hosszan nyúljon, mint e hurkaszál életünk rokkáján a fonál. Valamint e sültre a miszánk, mosolyogjon a sors szája ránk, s pályánk áldásával öntse le, mint a kását a zsír özöne. Szervusztok, barátaim! Itt vagyok szabad szálláson egy kolbásztöltő fesztiválon. A drága jó édesapám, ha most élne, Isten nyugosztalja, itt megtalálna a helyét, ugyanis itt minden a húsról szól. Egyszer s mind elszavaltam a Disznótorban című versemet, alkalomhoz illően nagyon jól fogadták. De most megyek is tovább, mert sok dolgom van még egész Bács megyében, nem hagynak unatkozni. De nagyon szeretek itt lenni, hiszen itt otthon érzem magam igazán. Minden jót, szervusztok, barátaim! Úgy alakult ki ez az egész, hogy egy baráti összejövetelt próbáltunk szervezni, hogy vágunk egy disznót, és akkor összehozunk egy közösséget. Ugye egy szabadszállás, mint honvédváros, igen, megszűnt a katonasság, és onnantól kezdve nem volt semmi a közösségnek. Mezőgazdasági település, nem volt semmi, és akkor ezért fogtuk azt, hogy baráti társaság is. Meghirdettük ezt a disznóvágást, hogy akkor csapunk egy nagyon jó bulit, aminek az lett a vége, hogy két nap alatt annyian lettünk, hogy nem fértünk el sehol sem. És akkor kitaláltuk, hogy akkor rendezzük meg itt a piacon, csináljunk neki megfelelő helyet, alakítsuk ki, és akkor tudunk fogadni csapatokat. És akkor az első alkalommal már több mint 500-an voltunk, szinte csak helyiek, és utána ugye a következő évben mindig többen, és az utolsó rendezvényen két évvel ezelőtt 3200-an voltak egy napon ezen a rendezvényen. Zseniális! És ez egy családi, baráti összejövetel. Barátság alakult ki tulajdonképpen. És ez a mai napig tart, nagyon sokan visszajárnak az ország minden részéről, de úgy Felvidékről is, mint akár Kárpátaljáról, bármelyik részéről. Ez hihetetlen. Ez csodálatos. Minden évben mindig valami különlegeset találtunk ki. Most, hogyha megnézitek, megnézed a színpadon, akkor egy régi talicskába van berakva rengeteg füstöltárú, rengeteg ital. Négy főre van elkészítve. Ez az első díja a versenynek. Oh. Utoljára wellness volt, most a négy főnek van egy ilyen gasztrocsomag tulajdonképpen szabadszállásról. Ez a rész a rendezvénynek egy ilyen marketinges rész, tulajdonképpen a mezőgazdaságot, a helyi termelőket, a kistermelőket próbáljuk elősegíteni azzal, hogy bemutathatják a termékeiket, kínálhatják, eladhatják a régióból is. Igen. És ez egy fontos dolog, én úgy gondolom, a mezőgazdaság számára, a termelők számára. Csodálatos ez a hely. Igen. Ez a kolbásztöltő fesztivál. És úgy néz ki, hogy földik vagyunk. Igen. Mind a ketten Bács megyeiek. Nagyszerű. Igen. Igen. Önök is elindulnak a versenyen? Hát én vendégjátékosként dolgozom majd a média válogatottba, meg a polgármester úrnak a csapatámba, és ott fogom a kolbászt tölteni. De természetesen az igazi szakmunkát már nem bízzák rám, csak a segédmunkát, úgyhogy én a töltést vállalom. Nagyszerű! Az előbb én is beálltam egy kicsit tekerni. Igen, nagyon jó élmény volt. Visszahozta a gyerekkorom emlékeit. Igen, nekem is nagymamám még rendszeresen vágtak disznót, és ott mindig volt kolbász, meg kurka. Igen, az illatok, a tapintás, igen, a szag, igen, minden. Igen. Imre bácsi, tesszük. Sok szeretettel üdvözlöm. Én meg közöntelek téged, de én meg a Zöld Imre vagyok szabadszállás. Én Petőfi Sándor. Látom, a Petőfi Sanyi bácsi itt van szabadszállás. Így van, megérkeztem is. Megtisztelt bennünket a jelenlőt Imre. Imre bácsi, igen. Ő egy helyi figura. Igen, ő családi barát nekünk tulajdonképpen. Mi az édesapámmal együtt dolgozott, és ugye nagyon tiszteljük a hagyományokat. Igen. És ő vele mindenhova eljárunk, ő egy kuriózum szerintem. Abszolút, érték, nagyon ékes. Megőrző és hagyomány megőrző figura. Az igazi, ízes magyar. És ha látnád azt a házat, ahol lakik egyedül, annyi értéke van neki ilyen a disznó pörzsölőtől kezdve, amit érre lehetne kelteni. Tehát ez most olyan állapotban van, hogyha működik minden. Le van készítve, tehát be lehetne gyújtani tulajdonképpen. Elő van készítve, hogy ha úgy van, akkor csinálunk egy bemutatót.